Sziasztok! Elérkezett végre az az időszak, amikor otthonunkat karácsonyi hangulatra hangolhatjuk. Nálam mindig az első lépés az adventi dekoráció kirakosgatása, ugyanis imádom a hangulatfényeket, fényfüzéreket, ledsorokat, minden ilyen apró, pöttyszerű világítás vagy pontszerű világításokat, úgyhogy ezeket már november elején kirakosgatom mindenhova a lakásunkban, és megsugom, hogy általában csak január végén táborítom el őket, így nagyon hosszú ideig tudom élvezni a fényüket. Az ünnepkészülődés szerintem ugyanolyan fontos része a karácsonynak, mint maga az ünnep, ezt pedig úgy sokszorozhatjuk meg, ha magunk készítjük el egy csomó dekorációt vagy ajándékot. Ezért arra gondoltam, hogy a mai videómban megmutatom nektek 10 legkedvencebb karácsonyi kreatív ötletemet, amivel dekorálhatod a szobát, vagy éppen adhatod ajándékba is őket. Majdnem elfelejtettem, játék is lesz. Ezt a két cuki manót fogom kisorsolni egy szerencsés nyertesnek. Ehhez fel kell iratkozva legyél csatornámra, és kommentben írd meg, hogy miután megtartottad a nagy manót, kinek adod majd a kis manót. Mai vendégem a fantasztikus beauty vlogger Móni lesz, eljön, és közösen fogunk elkészíteni egy kreatív dekorációt, meglátjátok, hogyan kapcsolódik ez hozzá, nagyon különleges lesz, annyit elárulok. Mielőtt nekivágtam a 10 karácsonyi dekoráció elkészítésének, természetesen ünnepi hangulatba hoztam a szobát. Ha szeretnéd megnézni, hogy hogyan varázsoltam karácsonyi hangulatot ebben a szobában mindösszesen egy óra alatt, és kíváncsi vagy forgatási kulisszatitkokra is, akkor nézd meg vlog csatornámon a videót, amit erről készítettem. Szarvasos vagy mézes kalácsos karácsonyi bögre. Vegyél egy sima, egyszerű porcelánbögrét, és kelleni fog egy arany porcelánfilc is. A hópihéhez először rajzolj egy csillagmotívumot, aztán húzd meg a kis ágacskáit. Ha megrajzoltad a kontúrját, akkor apró pöttyökkel a kontúr külső oldalán menj végig. A szarvasfejhez először rajzolj egy nagyobb kört, majd egy kisebb kört az orrának. Aztán rajzold meg a füleit, az agancsait, végül színezd ki. Fesd le a sütiszaggatókat pirosra vagy fehérre, és hagyd megszáradni. Amikor megszáradt az akrilfesték, ragaszt a külsejére aranymintájú vagy fehér mintájú papírt, csipkét vagy bármilyen dekorszalagot. A rusztikusabb hatáshoz természetes alapanyagú kötözőzsinórral kötözd fel. Fordítsd fejjel lefelé a borospoharakat, és helyezz alájuk díszeket. Bármilyen kisebb karácsonyfadísz, kis hólabda pamacs, vagy tujjágak is jól mutatnak alatta. A szárára kössél szalagokat, a tetejére pedig egyszerűen tedd rá a mécseseidet.
Ha időben gondoltál a karácsonyi kreatívkodásra, akkor már ősszel begyűjtöttél elég dobozt, amit most egyszerűen akrilfesték segítségével fest le. Így pontosan olyan lesz, mintha havasi tájon szedted volna őket. Egy kis glitterporral extra csillogást is adhatsz nekik. Fogj egy karácsonyi sütisdobozt, használhatsz újat vagy régebbit is. Töltsd fel 1-2 kiló sóval, és helyezd bele az adventi gyertyáidat. Dekoráld tujával, tobozokkal, díszekkel, bármivel, ami megadja a karácsonyi hangulatát. Vigyázz, ha éghető dekorációkat használsz, akkor csak meggyújtás nélkül dekoráld vele az asztalodat. Ha van otthon 2-3 nagyobb faágkoszorúd vagy fenyőfakoszorúd, készíthetsz belőle a faladra egy igazán különleges dekorációt. Először helyezd egymás alá a köröket, egy szög segítségével lógass fel őket a falra. Ha kész vagy, tedd föl rá egy ritkán használt sáladat, készíts rá dekorgumiból orrot meg szemeket. Végül ne felejtsd le róla a kalapot. Készíts fa spatulákból egy óriás hópihét. Ilyen fa spatulákat kreatív hobbiboltban vagy gyógyszertárban szerezhetsz be. Egy ragasztópisztoly segítségével alkoss belőle óriás hópihe mintát. Ha összeragasztottad őket, akár le is festheted fehérre, pirosra vagy a kedvenc színedre, de szerintem natúrszínben is nagyon jól mutat. Egy szalag segítségével bárhová felakaszthatod. Ez a kesztyűgirland minden polcot karácsonyi hangulatúvá varázsol. Egyszerűen egy piros filcből vágj ki egyújas kesztyűformákat. Lehetnek kicsit különböző méretű kesztyűk, de ha szeretnél egyforma kesztyűket, akkor egy papírsablont használj hozzá. Egy kis fehér szalaggal, apró hópihékkel, illetve háztartási vattákkal dekorált kedvedre.
Ezt a háromdimenziós papírcsillagot nem annyira egyszerű meghajtogatni, de szerintem érdemes bíbelődni vele. Először is körzővel rajzolj egy kört, majd 72 fokonként oszd fel pontosan 5 részre. Vonalzóval húzd meg az ötágú csillag zárait, kösd össze a szemközti csúcsokat, illetve a képen látható módon szaggasd be. Ha kész vagy, vágd körbe a csillagformát, és kezdődhet a hajtogatás. Hajtogasd egy vonalzó élementén, a hosszabb egyeneseket egyik irányból, a szaggatottat pedig a másik irányból hajtsd be. Végül, ha jól csináltad, ki fogja adni ezt a háromdimenziós csillagformát. Ha többet is készítesz belőle, dekorálhatod vele falaidat, ha pedig csak egyet hajtogatsz belőle, mint én, akkor akár ez lehet a csúcsdísz a karácsonyfátokon. Örülök, hogy eljöttél hozzám, Móni. Arra gondoltam, hogy a 10. kreatív ötletet együtt csináljuk meg, és egy kis csavart is vittem bele, amit még nem árulok el, amitől igazán személyes lesz. Mit szólsz? Rendben, oké, nagyon tetszik, eddig az ötlet. Nézd meg, mik kellenek hozzá. Kellenek ilyen befőttes üvegszerűségek. Ez egy lesz, ebből egy végeredmény lesz, úgyhogy sejtesz valamit? Egy kicsit, tudja, hogy valami kerül a befőttes üvegekbe. Igen. De hogy mi, azt nem titok. Jó. Na, elárulom. Ebből egy hóember fogunk csinálni, amiben tárolhatunk cukorkát, vagy valami mást is, akármit, azt majd még, hogy miért szól ez neked, azt majd még később elárulom. Jó. Úgy kell csinálni, hogy egymás tetejére ragasszuk ezeket a befőttes üvegeket. Szóval jöhet a ragasztó. Jó. Igen. És akkor most rárakom valahogy. És nem kell aggódni, mert átlátszóra szárad, úgyhogy nem fog látszódni ez a fehér. Szuper, most akkor várni kell, hogy megszáradjon. Várja, még itt hátul is kicsit összeérintem. Eleget nyomtam hozzá? Szerintem, aha, igen. És akkor ezt most megvárjuk, még megszárad, és akkor utána jöhet a dekorálás. Jó. Vegyél 3 egyforma méretű befőttes üveget, és ragaszd őket egymás tetejére. Egy fekete kartonból készítsd el a kalapját a hóembernek, majd ragasz neki szemeket és narancssárga répaorrot. Kösd fel a sállat, és már csak meg kell töltened valami finomsággal. Adhatod ajándékba, vagy a polcodat is díszítheted vele. Most már készen van a cukorka tárolónk, de mivel? Leesett a szemem. Ahogy mondom, mivel? Leesett a szemem. Szóval kész is van már a cukorka tárolónk, de mivel Mónival mi csináltunk közösen egy videót az ő csatornájára, amit feltétlen nézzetek meg, ugyanis egy sima barkás dobozból kutyafek helyett, királyi kutyafek helyett alkottunk. Ezért arra gondoltam, hogy meglepjük még Mónit azzal, hogy ebből nem cukorka tárolót készítünk most kivételesen, hanem kutyáknak is lehet ebbe akár karácsonyi ajándékot adni, ha kutyakaját vagy macskakaját teszünk bele, mert ugye a macskakajákért vannak, legalábbis az én kutyám a macskakajákért oda van, igen. Igazán tartós használatra ez nem való, a ragasztások viszonylag hamar szétesnek, főleg a ragasztópisztolyjal, hogyha tartósabb megoldásra vágytok, akkor mindenképpen hagyományos ragasztót használjatok, ami tartósabban megragasztja. De akkor is inkább egy dekortárgy ez. Remélem tetszett a videó, mindenképpen írjátok meg, hogy a 10 kreatív karácsonyi ötlet közül melyik a ti kedvencetek. Tudjátok, ha fel vagytok iratkozva a csatornámra, akkor még játszatok is ezért a cuki manóért. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot! Sziasztok!